Sziasztok, jó napot! Remélem, hogy most jobban működik a technika. Nem a legjobb a kocsiban a telefont tartó kis eszköz. Úgyhogy sokszor így lecsuklik. Aki figyeli a Facebookomat, tudja, hogy vasárnaponként néha beszoktam jelentkezni innen a kocsiból egy-két érdekességgel, hogy vasárnap délelőtt is azok, akik éppen nem főznek, vagy nem gyermekkel sétálnak valahol a szép erdei levegőben, azoknak egy kis közéleti infót adjak. Nem tudom, figyeltétek-e, hogy annak ellenére, hogy a karácsony néhány napos pihenőt adott nem csak az ellenzéki demonstrációknak, hanem nyilván a kormányzatnak is a nyomás alól, továbbra is folytatódnak a tüntetések tegnap Londonban, és például Keszthelyen is egy komoly demonstráció volt. Beszéltem keszthelyi barátainkkal, az ottani MSZP vezetőivel, és azt mondják, hogy hosszú-hosszú ideje, talán évtizedek óta nem láttak annyi embert Keszthelyen az utcán egy kormány ellenes vagy bármilyen közéleti politikai demonstráción, most, mint tegnap, mindezt 29-én decemberben, néhány nappal az új év előtt. Ez azt mutatja, hogy továbbra is forrong Magyarország és a magyar választók, de nem csak Keszthelyen, hanem tegnap például Londonban is tüntettek a Londonban élő magyarok. És nem adjuk föl, folytatjuk, januárban újra kezdjük, hiszen január 2-ától kezdve egyre több helyről halljuk, hogy az ellenzéki politikai pártok, köztük az MSZP helyi szervezetei, szakszervezetek, civil mozgalmak demonstrációkat tartanak, és fölmutatják majd azokat a Stop Orbán feliratokat, amelyeket én is itt a kocsiban például magamnál hordok egyet, amíg várok a forgalomra, meg tudom mutatni. Ez az a piros lap, amit szeretnénk fölmutatni Orbán Viktornak és kormányának. Ez az a piros lap, amely végig fogja kísérni a tavaszunkat, és reméljük, hogy egyre többen akár otthon is nyomdába küldik. Ha valaki szeretné megkapni a kis nyomdakész változatot PDF-be vagy valamilyen formátumban, nyugodtan írjon rám, írjon nekünk, elküldjük, bárki otthon nyomtathat belőle kis piros lapot, amit fölmutathat a kormányzatnak és Orbán további hatalmi építkezésének. A tegnapi demonstrációkat követően még egy tanulsága van annak, ami decemberben elindult Magyarországon, hogy muszáj valamilyen módon együttműködjenek a politikai pártok, a szakszervezetek, a civil mozgalmak. Orbán kormányt először választásokon megállítani, a rendszert megroppantani, majd májusban tudjuk az európai parlamenti választásokon. Erről beszéltem sajtótájékoztatón néhány nappal ezelőtt az ünnepek után. Arról, hogy az ellenzéki politikai erők, bár valószínűleg külön-külön listán indulnak majd a választásokon, hiszen több olyan párt is, a DK is, a Momentum is, a Jobbik is bejelentette, hogy önálló listán akar indulni, de ennek ellenére én szükségét érzem, annak fontosnak tartom, hogy az ellenzéki pártok, az Európa párti ellenzéki pártok egyeztessék stratégiájukat, mert szükség van egy közös mozgósító kampányra. Ezért egyeztettem a hétfőn, beszéltem mindegyik Európa párti politikai ellenzéki erővel, és meghívtam őket egy beszélgetésre január 7-én hétfőre. Egy olyan kávézásra, ahol arra szeretném rávenni a pártokat, hogy bár külön indulunk a választásokon, de stratégiánk és a mozgósítási képességünk, kampányunk az legyen valamelyes módon egyeztetve. Úgy néz ki, hogy a fogadókészség megvan a többi politikai párt részéről, tehát a májusi választások előtt, hogyha sikerül megegyeznünk ebbe, akkor egy közös mozgósító kampányt fogunk indítani. De addig is, ahogy jeleztem, januárban újra kezdjük, a szakszervezetekkel közösen az ellenzéki demonstrációk, a kormány elleni megmozdulások, félpályás útlezárások és helyi szintű demonstrációk is, az országos nagy politikai gyűlés is itt van a következő héten a nyakunkban és a kormány tarkóján.
Azt hiszem, hogy mindenki tudja már, de szombathelyieknek mondom, hogy január 4-én Szombathelyen demonstráció, január 3-án Szegeden nagy demonstráció, és 5-én pedig Budapesten. De hallottam, hogy más vidéki városokban és kis és nagy településeken ugyanúgy megmozdul a helyi Orbán ellenes választói közösség, és fölmutatja a Stop Orbán piros láb, piros kártyát. Ez az, amit felmutatunk Orbánnak, ő is értse foci pályáról hasonlattal. Az, aki két lábbal csúszik be, aki nem tartja be a szabályokat, aki úgy viselkedik, ami nem normális egy mérkőzésen, azt kiállítják a pályáról. Eljött ennek az ideje itt nálunk Magyarországon is. Vasárnaponként megjelenik minden vasárnap, most már 224. alkalommal az a nyílt levelem, amelyben elemzem az Orbán rezsim bűneit. Itt a Facebook profilomon nézzék meg, nézzétek meg a mai írásomat is. Pont erről szól, 2019 Stop Orbán jelszóval indul. Aki tudja, ossza is meg, hogy minél többekhez eljusson ez a mai írás is. És még egy fontos információ, ezt is szeretném önöktől tőletek kérni. Látják a Facebook profilon, a Facebook oldalamon, hogy holnap, miközben az ország nagy része már a szilveszter lázában ég, én nem nyugszom, és egy különleges vendéggel lesz egy élő szilveszteri 18-as évet záró élő Facebook bejelentkezésünk, egy rendhagyó fogadóra beszélgetés. Cutor Zoltán lesz a vendégem, akit egyre többen úgy is ismerhetnek, mint a közéleti kérdésekben komoly szögedi csípős nyelvvel megszólaló zenész, szegedi születésű, nyers, aztán a Belmondó együttes frontembere, számos film zene szerzője, a reklámzenék, ismert reklámzenék írója, szerzője, és egyre aktívabb közéleti szereplő. Cutor Zoltánt hívtam meg egy élő beszélgetésre, egy Facebook Live beszélgetésre. Ennek megtaláljátok a kis hirdetését itt a Facebookon nálam, és az a kérésem, hogy ossza meg mindenki, hogy sokakhoz eljusson az információ. Holnap, tehát 31-én rendhagyó módon 2 órakor élőben bejelentkezünk Cutor Zoltánnal. Két pasi, egy eset, ezt a címet adtam a bejelentkezésnek, hiszen közéletről, Európáról, Magyarországról, a mi esetünkről, a mi Magyarországunkról fogunk beszélgetni, de két különböző nézőpontból, két külön életpályáról érkező ember, egy zenész, művész és egy politikus, egy közszereplő. Erre a holnapi délután 2 órakor kezdődő élő Facebook bejelentkezésre várom sok szeretettel az összes érdeklődőt, aztán utána mondhatunk pezsgőt, kocinthatunk az elmúlt évre, és arra, hogy talán lesz egy közéletileg, politikailag és az ország története szempontjából is jobb következő évünk. 2019 Stop Orbán éve lesz. Szép napot mindenkinek, köszönöm, hogy most velem tartottatok, és osszátok meg mind a két információt sokakkal. Szép napot, viszlát!